Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Tänzer und Sänger aus Birian, Boriat, Olas, Haschag und Zederkin traten bei der traditionellen Oktoberfestveranstaltung in Birian auf. Dank der guten Beziehungen zwischen den lokalen deutschen und kroatischen Gemeinden organisieren die in der Region lebenden Volksgruppen das ganze Jahr über mehrere gemeinsame Programme. Nach dem Kulturprogramm begrüßte die Birianer Ungarndeutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung die Künstler und Gäste mit gefülltem Kraut. A legfiatalabbak műsorával kezdődött az idei Birjáni Oktoberfest elnevezésű rendezvény. A gyerekek a közeli olaszon német nemzetiségi iskolába járnak. A tavalyi kulturális programokban szegény év után az idei tanévben rendre hívják őket, hogy látványos produkciójukkal színesítsék a nemzetiségi napokat. A német származású végés a családomban sokan táncoltak. Igazából hasonló műsorral készültünk a mai napra, mint amivel a 24-én, de kicsikét azért másképp és rövidebb is, és egy próbát gyakoroltunk, de ugye tudjuk így az egész műsor, szóval könnyű volt. Harmadikos korom óta táncolok, igazából egy próbánk volt most, de előtte nagyon sokat készültünk erre a táncra. Nálam is több családtagom táncolt, és igen, német származásúak vagyunk. Azért kezdtem el táncolni, mert engem nagyon érdekelnek így a sávok, meg amúgy is szeretek táncolni. Amikor többen vagyunk, akkor így jobb a hangulat, meg így szebb táncokat tudunk táncolni, hogyha többen vagyunk. A helyi német és horvát önkormányzat jó viszonyának köszönhetően a környéken élő népcsoportok egész évben több közös programot szerveznek. Hát az Oktoberfestet ezt mi tulajdonképpen évek óta, 6-7 éve már csináljuk, a Birjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat, de mint Oktoberfest ez az utolsó lesz, mert kaptunk egy dörgedelmes felszólítást, hogy az Oktoberfest ez a Münchenváros privilégiuma, és ezen túl találjunk ki más nevet. Hát ez egy ilyen hangulatos dolognak találtuk eddig mindig, és most hála Istennek a mai nap is gyönyörű napsütéses időt fogtunk ki. Sör, jó hangulat, jó ételek, táncosok, nemzetiségi táncosok, gyerekek is vannak. Körzeti német iskola az olasz, és mi támogatjuk is az ő tánccsoportjukat. Jönnek a birjáni horvát táncosok, lépnek fel. Birjánban van egy ilyen horvát tánccsoport, akik már 10 éve működnek, és akkor még a következő lesz a Borjádról jönnek egy német tánccsoport, Hásegyi német énekkar jön, és a Szedekényi Karacsica tánccsoport jön. Ők tulajdonképpen voltak már, de többek mind újak most. Hagyományőrző énekkar és tánccsoport egyaránt működik Szederkényben, akik fellépéseik alkalmával mindig nagy sikert aratnak. A Karasica táncegyüttes 6 évvel ezelőtt alakult a korábbi csoportok örökségének továbbvitele céljából. Tagjai helyi önkéntesek, akik a szederkényi rendezvényeken segítenek társadalmi munkában. Utángyártott ruha, tehát az eredeti alapján készült ruha, ez már hát egy olyan 20 évvel ezelőtt készült most már a ruha, illetve hát természetesen folyamatosan frissítésre szorul, hiszen jönnek új táncosok, és átalakításokra azért vannak, de az alapján, az eredeti alapján készült ruházat. Sokkal több fellépésünk van nyilván, nem annyi, mint 2019-ben, 2020-ban nagyon-nagyon minimális fellépésünk volt ugye a pandémia miatt, a 21 kicsit nehezen indult, hiszen nagyon sokáig nem tudtunk próbálni, nem tudtunk felkészülni, és így hiába hívtak nyár elejétől fellépni, eleinte nem tudtuk ezt elvállalni, hiszen nem ment még olyan színvonalon, nagyon sokat kellett próbálnunk ahhoz, hogy az eredeti lépéseket ugyanolyan minőségben elő tudjuk adni. Nálunk hál' Istennek ebbe a kis faluba nagyon jól őrzik a hagyományokat, ugyanis összetartunk és elhívjuk az iskolásokat, és akkor azok is szerepelnek, és szeretik az idősebbek, a fiatalok, tehát igen, jó ez a program, nekünk tetszik. A kulturális műsor után töltött káposztával várta a fellépőket és a vendégeket a Birjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat. Yeah.
der Kalocsaer Grundschule Gyula Fényi lernen die Kinder seit der ersten Klasse in 5 Stunden pro Woche Deutsch. Wöchentlich eine Stunde lernen sie über die Vergangenheit und Bräuche der Ungarndeutschen. Die Mehrheit der Schüler kann bis zum Ende der 8. Klasse die DSD-1-Sprachprüfung ablegen. Die Stunden werden in Gruppen gehalten und es wird darauf geachtet, dass die Kinder den Spaß am Lernen nicht verlieren. Die Schule organisiert zahlreiche Nationalitätenprogramme und hat auch eine Partnerschule in Deutschland. Die Kalocsaer Deutsche Selbstverwaltung unterstützt gern diese Programme und Partnerschaft. Guten Tag, sagen alle Kinder. Guten Tag, sagen alle Kinder. Große Kinder, kleine Kinder, dicke Kinder, dünne Kinder. Guten Tag, sagen alle Kinder. Obwohl die Erstklässler erst seit einem Monat Deutsch lernen, kennen sie schon so viele deutsche Lieder und Wörter, dass sie mit ihrem Lieblingslied die Stunde beginnen können. Sie haben Deutsch in 5 Stunden pro Woche und da sie weder schreiben noch lesen können, vergehen die Stunden mit viel Spielen und Bewegung. Die Deutschlehrer der Schule haben auch ein Übungsbuch voll von Zeichnungen zusammengestellt, mit dem sie die Kinder noch mehr motivieren können. Also Deutsch wird in unserer Schule in Gruppen unterrichtet. In der Unterstufe spielen Spiel und Bewegung eine große Rolle. Schüler der Oberstufe bereiten sich vor Sprachprüfungen vor. Ich besuche meine liebe Schule, die Grundschule Fényi Gyula, schon seit 8 Jahren. Wir haben die Möglichkeit, jeden Tag Deutsch zu lernen. Es ist sehr gut, dass wir schon der ersten Klasse 5 Deutschstunden haben. Am wichtigsten ist es für mich, dass ich in der 8. Klasse eine DSD-1-Sprachprüfung ablegen kann. In der Deutschstunde lesen und hören wir Lese verstehen und Hör verstehen und lernen wir Themen wie zum Beispiel Theater, Freizeit, Hobby, Berufe und die Jahreszeiten und so weiter. Und wir lernen viele Wörter, die zum Wortschatz. Und wir machen auch grammatische Aufgaben. Wir schreiben Leserbriefe und Privatbriefe. Wir lernen auch Englisch. Das finde ich sehr gut, weil ist es eine Weltsprache. Und ich finde unsere Schule sehr super. Die Schüler der Oberstufe müssen schon ernstere Aufgaben lösen, da sie sich bereits für die Sprachprüfung vorbereiten. In den Stunden wird auf die Kommunikation großer Wert gelegt. Außerdem haben wir jede Woche eine Volkskunde, wo wir über die Vergangenheit der deutschen Nationalität in Ungarn viel Interessantes erfahren. Wir haben verschiedene Programme, wie zum Beispiel Martinstag, Nationalitätenwoche und Theaterbesuch. Die Schule hat seit 1995 eine deutsche Partnerschule. Jährlich verbringen die 7. Klässler mit den Schülern der deutschen Schule je eine Woche in Kalocsa bzw. in Kirchheim. Zu großem Bedauern der Schüler sind diese Besuche in den letzten 2 Jahren wegen der Pandemie ausgefallen. Am 25. September waren die Gäste wieder zum Dampfknödelfest in Gereschlag eingeladen. Gäste aus dem ganzen Land kommen in das Dorf Pranau, um an dem Wettbewerb teilzunehmen oder einfach nur, um sich bei der Feier der Band zu amüsieren.
In diesem Jahr wurden zum ersten Mal Gäste aus dem Säcklerland begrüßt, die ihre eigenen gastronomischen Spezialitäten zum Dampfknödelfestival mitbrachten. A 14. Gőzgombóc Fesztivál tartották Gerezslakon szeptember 25-én. Az ételverseny és a zenés programok mellett sváb divat bemutatót is tartottak a fesztivál sátorban. Bonyháttól egészen Mohácsig van egy sváb tenger. Valamennyi településen szerintem ugyanúgy tudják ezt a gerezslaki gőzgombócot csinálni, mint itt Gerezslakon, és azt gondoltuk, hogy ne csak a gőzgombóc főző tudományukat mutassák be a csapatok, hanem minden szekrényben ott van még a sváb családoknál gyönyörű névviselet, sváb névviselet, és ezt szerettük volna feltárni, bemutatni. 15 éve indult ez a gerezslaki gőzgombóc fesztivál, ez a 14. és tulajdonképpen 2-3-5-6 ezer ember volt mindig. Szerintem a mai nap szintén elérjük ezt a szép nézőközönséget, vendéglétszámot. 20 fölött van mindig a vendégek, vagyis a főző csapatok száma. Budapesttől kezdve Nagymányokig, Gerezslak, Maráza, Erzsébet, több település megméretteti magát, és ez egy népünnepély. A svábságnak egy nagyon szép ünnepe. Az egész országból eljönnek ide Gerezslakra megkóstolni ezt a gasztronómiai csodát, a gerezslaki gőzgombócot. Székelyföldről, Mikó Újfaluról, mint a legújabb testvértelepülésről is érkeztek a fesztiválra vendégek. Azonban nem gőzgombóccal, hanem egy másik ünnepi étellel jöttek el a baranyai településre. Az Ifjúsági Klub Újfalu Étikú Egyesület csapatával bevállaltuk az önkormányzat nevében elkészítsük a mikorfalusi lakottágat, ami egy általunk az önkormányzat által levédett termék. Tehát eredeti rakott ágat csak Mikorfaluban lehet kóstolni és fogyasztani, illetve elkészíteni is. A rakottának a története az visszanyúlik már 100-150 évre is, hiszen a régi időkben, ahogy az öregek mondják, nem volt lehetőség minden házaspárnak esküvői tortát készíteni, így egy egyszerűbb változatát a rakottágat készítették el. Azt mondják rá, hogy csöregefánk, mi azt mondjuk, hogy egy kicsit másabb, mert vannak titkos összetételeink, amiket nem igazán szeretnénk elárulni, de az alapja nagyjából hasonló a csöregefánkéhoz. Egy faágra rakjuk fel, szépen felfűzzük kötővel, és akkor ezért nevezzük rakott ágnak. A házaspároknak adták át mindig a templomból, hogy kiérkeztek, és akkor ezzel vonultak át az ünnepi helyszínre, ahol volt az esti buli. Egy Mikó újfalui nő talált itt férjet magának Gerezslakon, így kerültek meghívásra a székely fiatalok idén először. De visszatérve a fesztiválra, a hagyományoknak megfelelően a legjobb főző csapatok díjakat vehettek át a színpadon. Majd ismét a zenéjé, mulatozásé volt a főszerep a Gőzgombóc Fesztiválon Gerezslakon. Am 25. September war das Gemeinschaftshaus von Salgau voll von Menschen. Es wurde der 30. Geburtstag des ungarndeutschen traditionspflegenden Chors gefeiert. Der Chor wurde 1990 gegründet, 2020 konnte aber wegen der Pandemie das Jubiläumsfest nicht veranstaltet werden. Zu der erst dieses Jahr organisierbaren Veranstaltung wurden ungarndeutsche Gruppen nicht nur aus Tolnau, sondern auch aus der Pranau und Batschka eingeladen. Csak Nádasdi német nemzetiségi tűzoltó zenekar térzenével üdvözölte a vendégeket a közösségi ház előtt, majd a magyar és sváb himnusz nyitotta meg a jubileumi ünnepséget. A színpadon fellépett a szálkai óvoda német nemzetiségi csoportja,
a Bonyhádi Krenzlein Néptánc Egyesületi gyermekcsoportja és a Hajósi Hagyományőrző Sváb Énekkar is. A Szárka településnek valamikor a kitelepülés előtt 1500 lakósa volt, és a kitelepítés után 400 főre olvadt a település lakóinak száma, és ezért nagy dolog, hogy a mai napig is a németség őrzi azokat a hagyományokat, amiket valamikor is ápoltak az elmúlt időszakban. Nyilvánvaló ez azért is fontos, hogy megmaradjon a nyelv, megmaradjon a kultúra, és ápolják a múltat. Sajnos az viszont látszik, hogy ha ez a generáció elfogy, akkor nem biztos, hogy lesz, aki hát majd tovább viszi ezeket a nagyon szép ügyeket. Ugye 30 év az nagyon nagy idő, és az, hogy azt elmondhatjuk, hogy az énekkar 30 éve alakult meg, hát nem tudom, hogy máshol van-e ilyen, de örülünk neki, hogy itt nálunk van, és ezt a hagyományt tovább ápolják. És a mai rendezvény is hát erről szól, hogy erre 30-as évfordulóra megemlékezzünk. Az igaz, hogy ez tavaly volt, de hát a pandémia miatt nem lehetett tavaly megtartani, így az idén kerül erre sor, és ennek nagyon örülünk, és kívánjuk, hogy még nagyon-nagyon sokáig működjenek, és énekeljenek itt a településen. A Szálkai Német Nemzetiségi Hagyományőrző Énekcsoport fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség alkalmat teremtett a visszatekintésre az elmúlt időszak legszebb eseményeinek felelevenítésére és a jövőbeli tervek és célok megfogalmazására is. Hát a Nemzetiségi Kórus 1990-ben alakult, ahol elképzeléssel, hogy még a felelhető szálkai dalokat felevelenítsék, megkeressék, és azt rendszerezve egy kórus formájában elő tudják adni. Most a kórus tulajdonképpen nem csak az énekekkel foglalkozik, hanem a hagyományőrzéssel, és egy tájház, vagy tájszoba kialakításával is megpróbáltuk a régi hagyományokat feleleveníteni. A jubileumi ünnepet a Szálkai Német Kórus fellépése zárta, amelyen régi és új dalaikkal örvendeztették meg a közönséget. Vielen Dank für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.